Napon a prémium kategóriában a Michelin és a Continental japán ellenfele. Mit tud ez a márka? Ugye a Bridgestone Turanza 6-os mintázatról beszélünk itt. Hát ugye én azért azt szoktam mondani, hogy nem lehet az amellett elmenni, hogy a Bridgestone a világ legnagyobb gumijapanos gyártó cége, egyik legnagyobb múlttal rendelkezik. Úgyhogy azt gondolom, hogy megfelelő tudásanyag van a birtokukban, ahhoz, hogy a legjobb abroncsot készítsék minden körülmények között. Minden fajta innováció, mint keverék összetételben, mind pedig a mintázatok kialakításban nagyon szépen látszik. Na nézzük ez utóbbit a mintázatot. Igen. Nagyon jól lehet látni a vízevezető részeket mind a két oldalán az abroncsnak, a hosszanti mintázati áraknak a kialakítása, és jól látszik egyébként, hogy az egyes mintázati blokkokban a tagoltságok még inkább egyébként a stabilizáció. A fékezhetőség miatt? Abszolút, így van, és az irányíthatóságát segíti. Jól látszik ezek a cikcakos kialakítások, pedig az egymásba kapaszkodás és támasztás segítik elő, hogy az autó kanyarodik, és az oldalányi erő hatására nem engedi ennek a deformálódását meg. Continental, szintén prémium márka, őt mi különbözteti meg a többitől? Ez egy prémium kontakt, 7-es abroncsról beszélünk. Gyakorlatilag a Continental ebben a mintázatában ötvözte mind a sportosság, mind a komfort tényezőknek a maximális teljesítményét. Jól látszik egyébként a hosszanti mintázati árkoknak a kialakítása, aminek köszönhetően a víz még intenzívebben tud távozni a gumiabroncsokból. Na nézzük, a Michelin mit teszi prémium márkává? Igen, tehát alapvetően első ránézésre nem mindig tudnánk megmondani, hogy egy prémium abroncs és egy középkategóriás abroncs között mi a különbség, de jelentős különbség van. Elsősorban hogy a mintázati kialakítás, ami nagyon fontos ennél a Michelin abroncsnál, hogy ez egy Pilot Sport 5-ös abroncs. Nagyon jól látszik, hogy a blokk szerkezetek egységesek, ez a száraz úton való teljesítményért hivatott felelni. A blokk szerkezeten látszik, hogy egységes mintázati blokkok lettek kialakítva, tehát a száraz úton való teljesítő képességét javítják az autónak, kanyarodásnál kiválóan fekszik az utat, és ugye a hosszanti mintázati átoknak a szélessége pedig természetesen a vízfelutás, az aquapanning elleni védelem ellen hivatott teljesíteni, és ezt kiválóan tudja ez az abroncs. Ez már egy érezhetően prémium kategóriás gumiabroncs, tehát teljesen mindegy, hogy milyen aszfalt felületen, nedves úton, száraz úton közlekedünk vele, 100%-os biztonságérzettel lehet vezetni az autót. Megéri ilyet venni akár hosszú távú használat szempontjából is? Én úgy gondolom, hogy a biztonság a legfontosabb szempont, amit a közlekedésben szem előtt kell tartani, és erre nem szabad sajnálni a pénzt, hogy inkább minőségű gumit vegyünk, mert megéri. Tapadásban teljesen mindegy, hogy nedves vagy száraz felületen csináltuk a különböző gyakorlatokat. Én azt mondom, mai napon ez volt a csúcs ezen a gépjárműn. Mit gondolsz az ár-értékarányról? Tehát amennyivel többet költünk a gumira adott esetben, az valahol visszajöhet az esetleges autóban keletkező károk és a biztonságérzetünk, komfortérzetünk voltára? Mindenféleképpen, főleg aki napi szinten intenzíven használja a gépjárművét, aki havi szinten egy-két alkalomra be, az nem fogja ezt észrevenni. Aki viszont nap mint nap pályázik és hosszú távokon dinamikusan, sportosan vezet, annál mindenféleképpen megtérül az, hogy prémium kategóriás gumiabroncsot szerel fel a gépjárművére.